Üdvözlem a szerdehelyzet műsor nézőit, és a stúdiókban üdvözlöm állandó vendégünket, Szigeti Attilát. Attila, szervusz. Köszöntök mindenkit, sziasztok. Selejtező mérkőzések, barátságos mérkőzések. Kezdünk a magyar válogatottal, és a Szerbiában lejátszott győztes mérkőzésről. Én azt gondolom, hogy a magyar válogatottnak pontosan erre van szüksége, és ezáltal a magyar közegnek, magyar szurkolóknak, hát így nekünk is, hogy vannak ilyen csúnya mérkőzések is, amilyen ez a szerb meccs volt, de nagyon okosan, és hát volt némi szerencse is benne, de be kell húzni a három pontot, és ott kell lenni, hogy legyen esély kijutni egy nagy versenyre, jelen esetben az EB-re, ugye? És én bízom benne, hogy ez a Rossi féle korszak, ez nem fog megszakadni, és az EB-selejtezők, bocsánat, a VB-selejtezőkön is ilyen úgymond hatékonyan játszunk. Na most ez ami a múltban nem volt, a véleményem szerint. És ez olyan jó, mert lehet egy kicsit rosszul játszik, alacsony a színvonal, vagy van, de nyertünk, és az a fő, és ott van az élbolyban. A lehetőség ott van, hogy tovább jussunk, szóval ez hiányzott a magyar közegnek. Hát fura három gól volt, az biztos, viszont talán az volt a legfontosabb, hogy a szerb gól után régebben azt láttuk a magyar válogatottnál, hogy pánikba esett, és most nem. Mit láttál a Rossi edzőtől? Mi volt az, amit te így kiemelnél, egy 0-1-nél, hogy hogy játszott a magyar válogatott? Régebben is beszéltünk róla, hogy nagyon sok mindent megtanított Rossi edző, de főleg azt, hogy a hitét visszaadta a magyar játékosoknak, és egy ilyen elég komoly csapatokban játszó szerb játékosok 1-0-ás vezetésére nem rogyantunk össze. Én szerintem ez a legfontosabb. Nagyon sok mindent megtanított játékossal, és megtanított a közeggel is. Volt egy nagyon jó Zsigai Csabával nagyon jó beszélgetésem, egy rövidke és nagyon jó beszélgetésem, hogy mi mindent visszaadott Rossi a magyar közegnek. Főleg azt is, véleményem szerint, hogy már a szkeptikus szurkolók is kezdenek szurkolni a magyar, vagyis hogy hát a magyar futball ellenes emberek is kezdenek szurkolni a csapatnak, mert van egy pessimisták. A pessimisták, igen, mert van egy szimpatikus arculata az egésznek, és ezt maximálisan Rossinak köszönhetjük. És hát még Csabával azt is beszéltük Zsigivel, hogyha ezt Rossi így fogja folytatni, akkor az olasz csapat is picit krízisben van. Hát ugye Mancini elhagyta a csapatot, és nehogy képbe jöjjön. Megszólítja. Így van, nehogy képbe jöjjön Rossi edző. A játékos állományról beszélünk most. Kik azok a fontos elemek, persze ott van Szoboszlai személye, amit nem hagyhatunk ki, de vannak ott még fontos játékosok. Mit látunk a magyar válogatottól most? Pontosan ez a titka az egésznek, hogy nagyon komoly klubokba kerültek el. Akár Szalai Attilát is vehetjük, és hát azért ez mindenek előtt magáért beszél, ahogy Szoboszlait egy Liverpool vitt el, hogy olyan Liverpool, akinek az edzője Klopp, és tudjuk, hogy milyen követelményeket állít oda a játékosok elé. Szóval egy nem könnyű csapat ez a Liverpool, és ebbe bekerülni, és kezdőként szerepelni, és végigjátszani a mérkőzést is, és Klopp, még ha csak egy pedagógiai húzás az is, hogy nagyon jól nyilatkozik Szoboszlairól, segíti őt, de azért egy edző, nem egy Klopp szintű edző nem engedheti meg magának, hogy hülyeséget beszélje, és ez nagyon jó. Én szerintem az egész magyar futball közegnek, hogy egy szoboszlai Liverpoolba futballozott. De ne felejtsük el azt, hogy ott vannak azok a játékosok, akik a német Bundesligába szerepelnek, és olyan csapatokba, akik hétről hétre derbit játszanak. Szóval ezt is valahol oda tette Rossi, hogy ne, a magyar válogatott mez, az ne csak egy másodlagos legyen a pénzkeresés után, ne csak másodlagos legyen, hanem elsődleges legyen a magyar játékosok számára. Hát felolvasok egy pár nevet, ugye láthatóan remek formában focizott Négo.
Orbán játékát, ezt nem kell elemezni minden mérkőzésen jó, de itt felröppentek olyan nevek is, mint Stiles meg Kerkez, nagyon hasznosak. Úgyhogy van miből meríteni, és ezek a srácok most már nem úgy vannak beillesztve a magyar válogatottba, hogy kipróbálunk, ezek most már olyan játékosok, hogy ezeket, ha jön a konkurencia, akkor nagyon nehéz lesz nekik kirobbantani, például a Stiles-t, Kerkezt. És nagyon jó teljesítményeket nyújtanak, azt azért ne felejtsük el. Az a bizalmat nagyon meghálálják ezek a játékosok, viszont ezeket a gyerekeket így, ahogy vannak, és ugye Rossi edző nyilatkozta azt, hogy nem mindegy, hogy most behívnak egy Kalmár Zsoltit is, aki állítólag rossz formában volt Dunaszerdáján, és be kell hívni, vagyis hogy nem, hogy be kell, hanem behívja, hanem ez egy építő jellegű, és pontosan erre típusú játékosra van szüksége, mint Kalmár Zsolti. Ugye Csehek ellen láthattuk ezt az első félidőt, természetesen nem láthattunk egy régi Kalmár Zsoltit, de nagyon jól építi, és nagyon jól fejlődik Zsolti a régi formáját szeretni elérni. Csak annyit hozzá, hogy egy óriási teherbírású játékosokról beszélünk, ami nagyon szükséges a mai futballban. És ezeket nagyon jó érzékkel kiválogatja Rossi, pontosan azokra a pozíciókra, posztokra, amire szükség van. Nagyon sajnálom Schäfer Andrist, egy olyan kikerült a válogatottból, most a Berlinsen nevezte őt a BL csapatba, vagyis hogy hát kimaradt a csapatból, egy komoly sérüléssel bajlódik, viszont Schäfer Andris is ott volt ebbe a látókörben, Rossi féle úgymond kosárban. Én remélem, hogy visszakerül Andris oda, ahova való, vagy ahova szükség van. Igen, pont őre gondoltam, amikor mondtam, hogy ilyen Stiles típusú játékos nagyon nehéz lesz, illetve lehet ezt összekovácsolni, hogy együtt fognak játszani, azt nem tudom, azt még nem láttam őket így Isten igazából együtt játszani, abban a top formában, ahol most látjuk például a Stiles-t, de nagyon érdekes lesz, hogy ezzel, hogy fog megmérkőzni Rossi, hogy ha Schäfer formába kerül, mert mindkét játékos nagyon szükséges pont a magyar stílusa, magyar válogatott stílusára. Megemlítetted Kalmár nevét, úgyhogy szépen áthidalunk egy pofás prima felkészülési mérkőzésre Magyarország-Csehország. És gyakorlatilag kezdem a Kalmárral, gyakorlatilag ugyanazt írtuk mindketten a nyilatkozatunkban. Más szemszögből ránézve, de a mondani valója ugyanaz volt. Nem oda és nem úgy rakta a válogatottba, ahogy elképzelte volna mindenki, talán mi is, de több szempontból remek húzás volt, mert itt én kiemelném azt, hogy nem csak azt nézte, hogy mire van szükség ezen a meccsen, hanem jövőben nézve, arra is nézett, hogy egyénileg Kalmárnak mire van szüksége, válogatottnak is, és ez most egy meccsen nagyon összejött, és ebbe a fél időbe. És most várd egy szíves apróra, hogy miért volt jó húzás, és mit emelnél ki? A Rossi véleményem szerint első szempont az, hogy ki hogy dolgozik. És ha azt látja, hogy egy Kalmár Zsolti, aki ugye 2014-től vagy 2015-től így van, így valahogy a válogatott a Zsolti, és látja, hogy egy komoly sérülés után próbál visszakerülni, feldolgozni magát, az Zsoltinak a futball tudása nem kopott. Itt ne feledjük el, lehet, hogy van benne még egyfajta félsz, lehet, hogy van benne még egyfajta olyan, hogy Nem akarok rontani. Pontosan ez, hogy megfelelés kényszer. Viszont Rossi ezt tudja. Nagyon jól tudja, mikor kell betenni Zsoltit. Ez a csehekféle első félidő, ezt annak tudatosítom, hogy Rossi azzal is tisztában volt, hogy azért milyen kispaddal rendelkezik ez a cseh válogatott, és milyen játékerőt képvisel akár a 70. perctől kezdve, amikor már ugye a csapatok fáradnak. És nagyon jó érzékkel rakta be az első kezdőcsapatba, és arra épített,
nagyon jól lehetett látni, arra épített, a Zsoltinak a szemére épített. Az, hogy visszajön labdáért, és mélységből, mert nem egyszer láthattuk azt a Rossinak ezt a mutatását, ezt, hogy előre játszunk, és vagy ívelünk, vagy megtaláljuk azt a helyet, ahova be lehet passzolni a labdát. És ezt szerette volna Rossi játszani, és ehhez nagy szükséges Kalmár Zsolti szeme, nagy szükséges azok a belsővel erőből indítások, erőből fölpasszolt labdák. Én kiemelném a magyar válogatottan azt, pontosan a Stiles-féle passzokat, ami gyakorlatilag azok a fontos passzok, amikor a Hamsik volt híres a Nápolyból, hogy alig rontott, viszont abban a szituációban, ha valaki ront, akkor ott az végzetes lehet. Úgyhogy a Stilesnak nagyon jók ezek a passzok, amikor nem is konstruktív passzokról, hanem ilyen segédpasszokról beszélünk, amikor így felrázzuk az egészet, és helyre pofozzuk magunkat akár egy támadás után, ellenfél támadása után, és oda nagyon jól beleilleszkedett a Kalmár, akinek a passzaiba ott volt az, hogy menjünk előre, és ez a kreativitás és a gondolat is, ami nem azt mondom, hogy a Stilesben nincs, de más jellegű passzok és más jellegű munkát végzett el Stiles, és aláírom én is, hogy abban a nyomásban, amit második félidőben játszott Császárság, lehet, hogy nem tudott volna beugorni, és nem tudta volna elkapni a frekvenciót a Kalmár második félidőben. Így van, nagyon érzékkel rakta őt a kezdőcsapatba, és még azt emelném ki, hogy a Zsolti féle fölismerés, az, hogy fölismerni a lehetőséget, akár vehetünk egy szlovanos gólt, emlékezünk rá Pozsonyban, amikor rúgta azt a gólt, fölismerte, hogy egyből meg kell rúgni azt a labdát. Szóval ezek a dolgok, amik véleményem szerint hiányoznak Dunaszerdahelyről is, ami benne volt Zsoltiba, és ezek a plusz dolgok, amik nincsenek meg minden játékosban. Beszélsz a Stiles-féle a srácról, nagyon jó, óriási munkabírású srác. Ugye azt hiszem a harmadik ligát futballozik Angliába. Technikailag nem olyan fejlett, mint akár Szoboszlai vagy Kalmár Zsolti, viszont ez nagyon jól kiegészíti ezt a posztot. Szóval nagy szükség van erre a srácra, nagyon nagy szükség. Igen, a Stiles mutatja meg a legjobban, hogy neked nem kell a csapatban 11 sztár, hanem jól összerakni a mozaikot. A Stiles ennek a legjobb példája. És a Stiles mutatja meg azt, hogy Dunaszerdán is össze lehetne rakni egy olyan középpályát, ami egy óriási munkabírású játékost igényel, és mellette meg igényelne egy Kalmár Zsoltit. Magyarország, Csehország találkozik két ilyen csapatok. Milyen mérkőzést láthatunk, a két ilyen hasonló csapat találkozik? Én nem értékeltem magas színvonalú mérkőzésnek, de pontosan ez a színvonal, hogy most látunk egy olyan megoldásokat, ugye, mint egy brazil meccsen, vagy egy argentin meccsen, vagy akár egy francia meccsen, olasz meccsen, viszont nagyon jól összejöttek ez a két csapat, és ugye barátságos mérkőzésről volt szó, amit egyáltalán nem lehet sörmesnek titulálni. Oda rakták magukat a fiúk, és ez azt jelenti, hogy a magyarok fölnőttek a cseh mentalitáshoz. És ez is, amit beszéltünk ezelőtt, hogy a Rossi mennyire ráhatással tud lenni akár válogatottra, és véleményem szerint a Rossi jelenlét még az NB1-re is rányomja a bélyegét. Az, amikor Kubató Gábor a magyar edzőket minősíti, ami nagyon sértő volt számukra, én is kicsit fölkaptam a fejemet, volt egy nyilatkozat, amivel ledegradálta az edzőket. Valójában nem szégyen tanulni nagyobb edzőktől, akik megfordulnak az NB1-be, akár Rossitól. Ugye Rossi egy gyönyörű karriert futott be a Honvédtól kezdve, és mindenki csak azt mondta, hogy a bajnokság, hát az NB1-be lehet bajnokságot nyerni, nem, ez egy olyan munka és egy olyan tehetséges embernek a karrierje kezdete volt, aminek egy állomása volt Dunaszerdahely, és egy állomása véleményem szerint a magyar válogatott. Sajnos ki kell mondani, mert szerintem Rossi nem itt fogja befejezni a karrierjét. Kiemelném a kérdésethez azt, hogy ugye magyarok rúgtak egy gyönyörű akció volt, ami egy lerajzolt szituáció, egy begyakorolt szituáció véleményem szerint.
és a csehik rúgtak egy akkora hibából gólt, amit el lehetett volna kerülni. Szóval én azt gondolom, természetesen már a második fél, a másik fél részébe kialakítottak egy fölényt a csehek. Én annak tudom be, hogy minőségesebb kispaddal rendelkeznek. Olyan játékosok ülnek a kispadon, akik tényleg top csapatokba játszanak, és Silavi nagyon jól rakta be, vagyis hogy fázisokra osztotta ezt a mérkőzést, és a vége felé már egy fajta fölénybe játszott a cseh válogatott, de olyan helyzetig, hogy most ezt be kellett volna rúgni, jó, eljutottak, voltak helyzetek, de viszont nem rúgtak egy olyan szép gólt, mint a magyarok. Azért ez hogyha már hazabeszélhetek egy kicsit, azért ez itt azért ezt össze kell hasonlítani. A magyar válogatottnak főleg kontrákból veszélyesebb helyzetek voltak. Akár nem jutottak el így a lövésig, de ott voltak nagyon veszélyes helyzetek, amikor 4-3 ellen, vagy 5-3 ellen támadtak. Így, és az a finálna dolog, az hiányzott nekik, és én azt gondolom, hogyha Willy Orbán játssza azt a belső védőt, akkor nem kerül sor erre gól. Több szempontból nagyon jó volt ez a mérkőzés, mert egyrészt nagyon kemény volt, nagyon odaléptek egymásnak a játékosok, de sportszerű volt, és ez a megengedett sportszerű keménység volt, amit én aláírok minden meccsen. Ezt nagyon élveztem, hogy egy felkészülési mérkőzésen így oda, mindkét csapat így belemegy a játékba, és senki se sérült meg. Így van, így. Nem kell félni. Másik dolog, Szoboszlai kapott megint egy intőt, amit ilyen fiatal játékos megkap, amikor volt neki egy csúnya könyöklése, ott szerencse volt, az más mérkőzésben lehet, hogy piros is. Viszont megkapta kellő választ rá a csehektől, akik azonnal, de megint nagyon nagyon sportszerű, és nagyon aláírom azt, ahogy tudtára adták a Szoboszlainak, keményen belementek, nem alattomosan, keményen belementek, és odaléptek neki, úgyhogy fiam, vigyázzál! Ez az, amit évek hosszú során lehet csak tanítani, egy cseh iskola tudja ezt, hogy nem leséríteni azt a játékost, nem alattomosan megrúgni, hanem igenis, na vigyázz, mert én is itt vagyok. És hogyha szeretnéd, akkor én is tudok könyökölni, vagy esetleg megrúgni téged. Szóval ez a cseh iskola, ami mindig is levettem a kalapomat előtte. Annak idején emlékezzél rá a Spartáról, itt a Nehodákkal, meg Vravecokkal, meg nagyon sok játékos volt Dunaszerdai stadionban, ami a cseh csapatokról beszélünk, akik végtelenül sportszerűek voltak, és végtelenül kemények. És ez azért ezektől nagyon-nagyon sok mindent lehet tanulni. Én azt gondolom, picit keresi a csapatát, a cseh csapat. Ugye van egyfajta úgymond felállított léc, amit a Poborski féle, az a fajta, amit már nagyon nehéz lesz átugarni, és a csehek ugye erre vágynak, vagy erre várnak. De hát én azt gondolom, a cseh iskola ezt ki fogja idővel nevelni. Pontosan jól mondod, hogy keresi a cseh futball az arculatát válogatott szinten. És szerintem itt fordítva lesz, mint más országokban, hogy itt a minőséges liga fogja adni a jó arculatot, meg azt a jó háttért az egésznek, mert a cseh ligának nagyon nagy színvonala van. Szóval kezdve a két top csapattól, ott az első 6-7 csapat olyan meccseket játszik le, amit mi nem látunk a Niké ligában egész szezonban. Így. Én sok éven keresztül. Na, jól mondod. Én eljátszottam a gondolattal meccsnézés közben, hogy kicseréltem volna két edzőt, akkor biztos vagyok benne, hogy a csehek elverik a magyarokat, hogyha rosszul a kispadon. Nagyon-nagyon sok rosszira lenne szüksége a futballvilágnak. Véleményem szerint egy fantasztikus edző nevelkedett ki a szemünk láttára. Én azt gondolom, hogy Rossit olyan nevekkel lehet együtt emlegetni most már, mint Spalletti, Mancini, vagy akár nagyobb nevekkel is, ugye. Én úgy gondolom, hogy sajnos eljön majd az a idő, amikor váltani kell, vagy váltani fog, és azt fogja mondani, hogy egy nagyobb ajánlat, és el fogja hagyni a
magyar válogatottat, és én azt gondolom, hogy olyan dolgokat hagy maga után, amit ez képes lesz edző folytatni, és képes lesz a magyar futball folytatni, akkor mindenféleképpen Rossinak a keze nyoma megmarad a magyar futballban. Röviden a szlovák-portugál mérkőzésről, ugye egy top csapat, top válogatott játszott Pozsonyban. Hát, egy szolid eredmény, viszont ez a portugál csaj nagyon komoly nevekből áll. Nagyon-nagyon komoly nevekből áll. Egyedül a szlovák válogatottban Lobotka nem lesz elég. Lobotka szintű játékosokat fog kelleni keresni, Lobotka köré fog kelleni keresni, és akkor talán egy ilyen portugál csapat, nem mondom, hogy fölveszi a versenyt vele, mert egy napon nem lehet elengedni a játékosok, nem lehet a játékos keretet össze hasonlítani, de talán picit léphetnek előre is. És én azt gondolom, hogy itt tényleg nagyon nagy edzőhiány van, mert szerintem a szlovák válogatott is edző kérdéssel küzd. Úgy néz ki, hogy ez a határ szlovák válogatottnál, hogy ilyen mérkőzést, ilyen jellegű teljesítményt nyújtson, mert második fél időben portugálok szépen kivédekezték ezt a 0-1-et, illetve szlovákok kivédekezték ki csak a 0-1-es vereséget, nem tudom, lehet kétféleképpen ránézni. Azon a mérkőzésen remek teljesítményt láttunk, de nem láttam tőlük azt, hogy várra fektették volna akár egy 10-15 perc a portugálokat, hogy nyomás alatt tartsák portugálokat, amit már sok csapat tud Európába. Itt elúszhat egy kicsit a hajó a szlovákoknak, mert igen, az egyik legjobb teljesítményük volt, de ez is csak erre elég. Sajnos nem tudják átlépni az árnyékukat. Azt hiszem, hogy ez behatárolható a teljesítményük, és lehet, hogyha még ötször fognak játszani a portugálokkal, vagy akármilyen ilyen szintű csapattal, akkor ötször el fogják hagyni vesztesen a játékteret. Én azt gondolom, hogy szlovák futballnak már nagyon régen kellett volna, emlékezzünk rá, itt a Szerda helyzetben beszéltünk róla, amikor a Hamsíkék ugye Kozákot menesztették, vagyis hogy lemondott a Kozák a válogatott éléről, vagyis a kispadról, távozott, és hát ez már jó pár éve ezelőtt volt, és akkor emlegettük itt a Szerda helyzetben, hogy no kellene már azokhoz a fiatalokhoz nyúlni, kellene azokat a fiatalokat a Hamsík köré beépíteni, azok, akik átveszik majd a stafétabotot, hát még nem sikerült. Ha nem bakiznak, akkor ők is befutók lesznek több, mint valószínű, mert pontok úgy vannak elosztva per pillanat. Viszont itt arról beszélünk, hogy milyen kosárba találja magát a szlovák válogatott. Jó teljesítmény volt, de egyelőre ennyi. Még talán egy momentum, Bénes Lacus. Második ligában Hamburggal az első helyen vannak, és meccsre a legjobb játékos, rúgja a gólokat is. És egy ilyen mérkőzésen kockát cserélve, 70. percben rakja fel az edző. Stimmel ez? Hát erről beszélek, pontosan erről beszélek, hogy kucka szintű játékost szerepeltetnek, és nem néznek a jövőbe, hogy kuckának, jó, oké, lehet, hogy most ki szeretnének jutni a EB-re, de és aztán mi van? Na most ez az a, véleményem szerint ez az a tévhit, amiben egy szövetség bele tud emlékezzünk rá, magyarok is kerestek edzőt, raktak oda edzőket, és mindig eredményt szerettek volna elérni. Oké, nem, itt hosszú távra kell gondolkodni. Itt azokat a játékosokat fog kelleni szerepeltetni a szlovák válogatóda, akik most 10-12 évesek. Szóval ez a hosszú távú szervezés, és Rossi pontosan ezt értette meg a magyar futballal, magyar közeggel, hogy lehet eredménybe gondolkozni, ami ráhatással van a futballra, ami által több gyerek fog futballozni, akadémiák épültek, amihez egy nagyon jó partner Orbán Viktor és a kormánya, mert anélkül, enélkül egyszerűen nem jött volna ez létre, és tömegek látogatják már a meccset. Egy olyan magyar kupa döntőre 20-22 ezeren mennek el, aki másik ligás játékos, vagy játékos csapat játszik. Szóval
ezt rakta helyre Rossi a magyar futballba, és nincs, aki elfogadtassa a Szlovák Labdarúgó Szövetséggel, nincs ilyen ráhatás a Szlovák Labdarúgó Szövetség. Ők profétának hiszik magukat, mindent tudnak, minden lebonyolítási rendszereket, szlovák kupát, mindent tudnak, de egy ilyen ráhatás nincs egy személy, aki elmondaná nekik, hogy figyeljetek, gyerekek, ezt innen kell építeni, és akkor fog lenni hosszú távon eredmény. Ha arról beszélünk, hogy milyen momentumok dönthettek volna arról, hogy a szlovákok akár gólt rúgjanak, vagy nyerjenek, akkor fontos lett volna egy olyan játékos, aki nem volt nekik a bal lábbal, standard szituációkkal, viszont pontosan úgy csinálták, hogy ennek rossz vége volt az is, hogy 15 percet játszott a Bénes, mert Lacusnál láttam azt, hogy minden áron bizonyítani akar az alatt, a 15 perc alatt, és voltak a standard szituációk, nagyon ő akarta rúgni, nagyon ő akarta rúgni a szögletet, szóval minden ott akart lenni és bizonyítani, ami nem jó. Neki kellett volna nagyobb higgadság a részéről, és játszani egész meccset, hogy elkapja azt a fonalat, és aztán jönnek a pozíciók, és nyugodtabban csinálja. Ez ilyen adhok, gyorsan csinálják valamit. Így van, egy nagyobb bizalmat kell adni egy olyan játékosnak, ez a nem építő jelleg. Ez pontosan az, hogy most adok neki 15 percet, most csinálj valamit a pályán. Nem. Ez hát most nem akarok én minősíteni, ugye ő is olasz edző, ha jól tudom, ugye? De nem. Na ez hagy maga némi kívánnivalót maga után ezek a dolgok. Oké, váltunk. Dac, négy új játékos jött. Én megemlítem a nevüket. Fernando Gure, aki játszott is a felkészülési mérkőzésen. Damir Redic, Bartol Barisic és Andrés Romero. Javarészt 20-21 éves játékosokról van szó, és javarészt támadó jellegű, vagy középpályás, vagy csatárokról van szó. Amikor megnézted az utolsó negyedik nevet, mi jutott az eszedbe, és hogy értékelnéd ezeket a transfereket, illetve nem mindegyik transfer, hanem ott vannak kölcsönjátékban is játékosok. Hát megnéztem, hogy honnan jöttek először is, és ugye láttam a szlovén bajnokságot, a tizedik csapattól igazolunk játékost. Szóval nem szeretnék ebbe úgy nyúlni bele, hogy most én leértékeni, vagy borulátóan ezek úgy hozzányúlni ezekhez a érkező játékosokhoz, hogy esetleg még itt sincsenek, és már véleményt mondjak róluk. Nem a teljes, arról a szempontból, hogy logikása volt, jó-e lesz beilleszteni, szóval ezt a szakmai részét. Pontosan. Megint csak azt tudom mondani, hogy itt beszélünk a hétről hétre, hogy milyen típusú játékosokról álmodozunk mi itt a szurkolókkal együtt, és nem csak mi tudjuk itt a szerdehezetben, hanem a szurkolók is a lelátókon, hogy milyen típusú játékosokra lenne szükségünk, egy tipikus gólvágóra, vagy egy olyan középpályásról, aki nem ijed meg a saját árnyékától, és akár 25-30 méterről se elmeri vállalni a kapu megrúgását, szóval nem látom azt a igazolást, amire szüksége lenne a csapatnak. Én látok egy olyan fiatal gyerekeket idehozva, akiből talán nevelünk ki futballistát, és talán bizniszre el tudjuk majd sütni őket. Ezek a játékosok véleményem szerint rövid távon, amire most szüksége van a Dacra, hogy kilábaljon egy hullámvölgyből, mert akarva akaratlan is ki kell mondani, hogy hullámvölgyben van a csapat, elvesztett egy bajnokságot, nem jutottunk tovább, és sorolhatnám, hogy milyen folyamat is. És ugye hányadik vereséget szenvedi, a Topolya volt a negyedik, azt hiszem, a vereség, amit elszenvedtünk. Akkor ha rövid távon csapatot építünk, és próbálunk egy olyan csapatot majd pályára küldeni a Szlovannak, akkor ez a négy játékos nem megoldás. Ugye mi az előző szerdehelyzetekben beszéltünk arról, hogy milyen pozíciókra kellene hozni játékosokat, szekciókra bontva. Kapus ugye jött,
defenzívában egy defenzív középpályásról beszéltünk, aki nem jött. Úgy néz ki, hogy ha összerázódnak azok, akik a hátvéd sorban vannak, akkor ott különös gond nem kell legyen Szlovák ligára. Most beszéljünk arról, amikor idejött Risvanis, ugye? Emlékezzünk rá, te is, meg én is beszéltünk azt, hogy egy úgymond a Nike ligára egy kvalitás játékos jött. Szervezésbe főle. Most ez a játékos ott tart, hogy kiállításokkal küzd, olyan megválasztásai vannak, hogy katasztrofális, és romlott a teljesítmény, a véleményem szerint 30%-os, és akkor úgy nevez, akkor még csak a minimumot neveztem meg, mert többet. Akkor én megnevezem, ha a Kruzsliák meze lett volna rajta, akkor nem veszem észre, hogy... Na ez az. Akkor ez most mit tűnik? Ez a játékos elfelejtett futballozni, vagy a ráhatása rossz? A másik, hát egyértelmű. Tudjuk, hogy milyen magasan van a létsz, mire képes Risvanis. Az, hogy nem tudjuk belőle kihozni, az te edzőt kell megkérdezni, még hát nem tudom, hogy gondja van azzal, hogy mennyit kap, vagy más dolgot nem látom, hát ez tudása megvan. Most nevezzük a gyerekét nevén. Van egy ilyen hátvédsorunk, Pinto, Risvanis, Brunetti, vagy Kasa, vagy a magyar srác, ugye? Csinger, és a másik felén Anzona. Most én azt gondolom, hogy ilyen hátvédsor, ami Szlován se rendelkezik. És nem akarok, nem túlzok. Most ezekből a játékosokból ki kell hozni azt, amit tudnak. És most tényleg nem túlzok, és lehet valaki ki fog nevetni, hogy most egy ilyet mondok, de ezekre játékosok, és azt is ki kell mondani, ezt a topolyát végignéztem, és körülbelül másfél órát ültem magamba roskadva, hogy elemezzem azokat a dolgokat, amit a pályán láttam. Szóval itt most már fel kell tenni a kérdést, hogy az edzőjeink milyen defenzív futballt tudnak alkotni vagy a csapattal játszatni. Szóval 4 gólt kapni, gurítottak nekünk 4 gólt, ezek a srácok, ezek a topolya, ami nagyon jól föl volt nekik is építve a mérkőzés. És lehetett volna hat is, és akkor megmagyarázzuk, hogy milyen jó mérkőzés volt, akkor most már fel kell rakni a kérdést, hogy miért Risvanis miért kap 2 piros lapot pár hét lefolyás alatt, miért romlott a teljesítménye, miért kapunk 4 gólt, miért kapunk ki egymás után 4-szer már, ezeket a dolgokat meg kell kérdezni, vagyis hogy hát valakiket kérdőre kell vonni. És előbbre léphetünk egy sorral, vehetjük a középpályát is. És most kapust hagyjuk békén, mert tényleg örüljünk, hogy itt van a Popovics, mert láthattuk a Petrásnak a első gólját, amit megkapott, szóval lehet az, hogy nem meccs hiány, vagy stb., meg benne van ilyen baki, de azért ilyen gól nem illik kapni, na. Hát szóval ezeket. De vegyük a középpályát most már, mert ebből a hátvédsorból kapussal együtt, hátvédsorral együtt nem tudja Gula edző kihozni azt, amire képes. És ezt kimerem jelenteni. Na, és akkor ide kellett volna egy defenzív középpályás, pofás defenzív középpályás, akit nem hoztunk. Hát így van. Lehet ezekből összehozni valamit, amire mi azt mondjuk, hogy ebből össze lehet rakni egy csapatot, Szlován ellen Bélel? Össze-össze lehet rakni csapatot, de ez a középpályáson meghúzódik az edzőnk, az biztos. Egyszerűen formán kívül is van, és egyszerűen én bárhogy sakkoztam vele, bármilyen formációt is raktam,
magamnak fejembe, és úgy elképzeltem, hogy Dimund most hol, Kácsert most hol, Hercet most hogyan, milyen pozíciókban, milyen kilépés, Ramadan hogyan be, vagy Gavrics hogyan. Nem tudtam, egy Slovan ellen nem tudtam, akár egy Kuckával, vagy akár a Slovannak Hangavával, ott nem tudtam fölvenni a versenyt. Szóval ez a dolog, amiről beszélünk, hozunk 4 játékost, egy se olyan posztra, amire rettentően szüksége lenne a csapatnak. Ugye ezen a meccsen Gure mellett Gruszkowski, Kasa Csermák és Herc is kapott több időt, hogy mutassa meg, mit tudnak. Mit láttál Gruszkowskitól, Kasától, Csermáktól, illetve lát ilyen jellegű mérkőzésen valami újat látni azoktól a játékosoktól, akik... Pontosan ezzel folytattam volna, amit mondta, hogy ilyen jellegű mérkőzésen lehetne látni tőlük. Néha, mikor offenzivitásból, defenzivitásból ment át a csapat, most ilyen jó csalók, mint a Csömények. Összefutottak a 16-os előtt, és nem tudta, hogy kikivel van, esküszöm neked. Volt olyan szituáció, hogy ilyen így állt öt játékosunk a 16-osban és a 16-os előtt, és most mit akarunk? Most persze elkerülni a gólt, amit kapunk is. Jött egy center, visszafejett labda, és bebólintsák. Szóval ezek a dolgok, és akkor le van nyilatkozva az, hogy nincs összeszokva a csapat, meg stb. Hát ahhoz nem kell összeszokni a csapatnak, hogy leveszem a labdát 16-os előtt, és kiteszem a szélére, fussál, fiam, add be, most próbálok odaérni. A futballt 12 éves koruktól, vagy 8 éves koruktól ezek a játékosok tanulják, ezeknek csak el kell magyarázni, hogy mit akarsz tőlük, hogy mit vársz tőle posztokon, milyen futballt akarsz játszani posztokon. Természetesen lehet ezt a kombinatív játékot próbálni játszani, ezt a nagy futballt, amit ma tényleg sok csapat is átvesz talán a Nike ligába is, de ez haszontalan, ez egyszerűen nincs eredménye ennek a játéknak, ennek a stílusnak. Az edzőnk mondott 2 dolgot, amire felfigyeltem. Ad egy arra, hogy új taktikai felállást próbált, és ezt úgy minősítette, hogy új lehetőséget adhat ez az új taktikai felállás. Miről beszélt? Ez egyik kérdésem feléd, és még megjegyezte Gola edző, hogy a második fél idő végén érezhető volt, hogy elfogyott a szufla, így mond, hogy nem volt kondi. Én megnéztem, hogy ki cserélt. 68. percben Hercet, 78. Rizvaniszt, 88. Csermák, Gure 88. Ezek mentek le. Most a Herc, valószínűleg a Herc és a Rizvaniszt sincsenek jó kondiba. Mert Gure meg a Csermák egyik sérülés után, Gure most jött, valószínűleg nem edzett sokat. De akkor miről beszélt most? A Rizvaniszt meg a Herc voltak azok a játékosok, akik nem bírtak, vagy pályán hagyta azokat a játékosokat, akik nem bírtak? A Rizvanisznak a futó mennyiségét csak az növeli, hogyha esetleg standard szituáció van, szöglet, akkor fölmegy a 16-osba, az is sétálva. Az a meccs iram, vagy ez a fajta sokpasszos támadásépítés iram, ez teljesen más. Másról beszélünk Kácsérnál, de meg Pintónál, vagy akár Anzuanánál, aki a szélsőbekeknél. De például két belső játékosunk az egyszerűen nem tudom, milyen futó mennyisége lehet. Na most, hát nekem pontosan ez jutott az eszembe, hogy ha már nem megy a csapatnak úgy, ahogy kellene, akkor csinálunk neki egy olyan kondíciót, hogy a kondícióval pótlom a nem tudást is, jó pár játékosnál. De hát ezek szerint nincs, aki kondíciót csináljon a csapatnál. Elfogyott a szufla egy Topoly ellen, hát szóval nem nevezhető valami nagy iramú mérkőzést. Így magamban mondtam, hogy jaj, de jó lenne, ha nem a Rizvaniszt és a Hercről beszél, mert akkor az a Slovan ellen mérkőzés előtt nem valami jó.
felismerés. Ha egy picit mélyebben elemezzük a Gulaféle már az utolsó nyilatkozatait, és egy picit rákérdezünk akár itt a szerdehelyzetbe, nagyon szépen el lehet mondani, és szembeszédeket mondani a sajtótájékoztatón szép hosszan is taglalva, viszont nem fedi a valóságot néha. Ami a négy új játékost illeti, érdekes információkat kaptunk az edzőtől is, hogy Redzic és Barisic sérültek, és a venezuelai játékosnak még nem volt vízuma. Gyakorlatilag négyből kettő bevethető. Nem tudom, hogy a venezuelai játékosnál csak a vízum a gond, de legyen, számoljuk úgy, hogy kettő. 50-50 százalékban van. Ez most erősítés, vagy nem? Négyből kettő. A DAC olyan régióban keres futballistát, ami tényleg picit szerintem a DAC szurkoló nem érdemel meg. Ha el tudunk adni egy Krstovićot annyira, mennyire eladtuk, nem tudom, hogy mennyiért, beszélnek ezt-azt. A 4-5 között állítom. 4-5 között, akkor illő lenne olyan futballistát hozni, aki szinten van, nem sérült játékost, vagy vízum nélküli játékost, vagy a szlovén 10. helyezettjétől igazolni egy játékost, és mindemellett lehet egy jó játékos, nem tudom, majd beválik, eldönti a jövő, de ha azt vesszük, hogy elment a csapatunktól egy Krstović, egy Kalmár Zsolti, egy Blackman és egy Davis, akkor ezek a játékosok, akiket hoztunk, véleményem az, hogy meg magasan nem közelítik meg őket. És lehet itt most azt elhitetni az emberekkel, hogy ezt pontosan azért hoztuk, majd, hogy hát, ha lesz belőle egy Krstović szintű, és akkor megint profitálla a klubunk, de ebből mit kap a néző, mit kap a publikum? Megint nevelni fogunk arra, hogy eladjuk a Krstovićot, és a Lecsébe 3 meccsen 3 gólt rúg, vagy a 2 meccsen 2 gólt rúg, és a válogatottban is jól szerepel, ha már most állítólag nagyon megsérült. Vagy pedig kiszolgáljuk azokat az embereket, akik behordják a pénzt a stadionba. Most ezt fel lehet tenni ezt a kérdést, és ez már azért túl sok, mert lehet olyan hangokat hallani, hogy nem vettem bérletet, lehet olyan hangokat hallani, hogy nem megyek mérkőmeccsre, szóval ezt kellene tisztába tenni. Szóval a meccs előtt azért borítékolhatunk egy pár dolgot, pontosan a transferekkel kapcsolatosan, hogy lehet, hogy hosszú távon ezek jó transferek, ezt majd meglátjuk. De per pillanat, amire szükség volt, főleg a Szlovan meccs előtt, és arra a bajnokságnak arra a fázisára, ahol helyre kellene pofozni a csapatot és utolérni magunkat, hogy ott legyünk az első háromba, akkor erre fázisra jött két bevethető játékos, amit viszont elmondhatjuk, hogy arra a posztra, amire szerintünk legnagyobb szükség lett volna, nem lett hozva senki a defenzív középpályásra, egy pofa defenzív középpályásra, és a kreatív, tapasztalt játékmesterről nem is beszélünk. Pontosan, ezek szerint Gula edző bízik a Dimun Herz Kácser féle középpályába, vagy akár majd most Veselovszky, mert láttam, hogy őt is próbálta és berakta. Na most, ha Górcső alá vesszük, akkor egy szerb bajnokságot vezető csapattal játszottunk, ugye? Ugye? A Topolya egy szerb. És aki akár mondhatjuk, hogy egy nemzetközi szinten elég jó eredményeket ér el. Hát de ez még az nem jelenti, hogy 4 gólt kell, vagy akár lehetett volna 6 is, így ahogy mondod, nem 4 gólt kell tőlük kapni, és próbálni egy olyan futballt ellenük játszani, mint ahogy akartunk játszani akár a Vion ellen, a Aranyos Marot ellen. Szóval itt azért tisztába kell lenni azzal, hogy kivel játszok, és milyen taktikát választok meg, és hogy állítom fel defenzív feladatokkal, hogy látom el a csapatot, vagy
vagy akár berakok egy olyan Petrást, aki képes két potyagolt kapni, ha bár csak egy volt belőle most jelenleg. Hogy mennyire építő jellegű ez a mérkőzés, hogy mennyire szolgálta azt a célt, amire nekünk most a Slovan ellen szükség van, vagy mennyire próbáltuk a játékosokat, ezt azért felraknám a kérdést a edzőnknek. Slovan mérkőzés, és maga Slovan házatáján sincs valami jó helyzet, annak ellenére, hogy Európa Konferencia Ligát játsznak csoportot. Előző liga mérkőzésen ugye láttunk transzparens, összeveszett a nézőkkel, komoly vita volt ott, a mérkőzés után beszélt is róla. Mit látsz a Slovan házatáján te? Befolyásolni fogja ez valamilyen módon az, hogy a pozsonyi nézőknek nem tetszik, hogy hatot kaptak, és van ott is egy pár dolog, ahol nem látni koncepciót, befolyásolni fogja azt, hogy mit fogunk látni mi Slovan részéről a mérkőzésen? Igen, befolyásolná, hogyha nem a Weiss lenne az edző. Weisset tartom egy olyan jó edzőnek, aki átlendíti a csapatot ezeken a apró konfliktusokon. Ugye a Slovan házatája is évről évre bizonyos konfliktusokkal küzd, hol ezzel, hol azzal, hol amazzal. Mi is, csak csendesebben valahol, szerintem. De az, hogy ott a szurkolók keményen hangot adtak a nem tetszésüknek, az a véleményem az, hogy a szememben egy nagy dolog, mert legutoljára, amikor hangot adtak itt a szurkolók a nem tetszésüknek, az Német Antival volt, amikor egy nagyon csúnya dolgot műveltek egy olyan emberrel, aki én szerintem nem ő volt a bűnbak, és hát most pedig invitáljuk az embereket a Slovan meccsre. Nem tudom, hogy mennyi pofon kell majd még a Dunaszerdahelynek nálunk, Dunaszerdahelynél, a szurkolóknál is, és a csapatnál is magasabban kellene, hogy legyen az a bizonyos fajta léc, és az alá ne menjünk. Hát most vastagon alá mentünk, hogy most kinek a bűne edzői, kinek a bűne, hogy így rakta össze, vagy aki idehozta ezeket a játékosokat, vagy ezt a atmoszférát itt kialakította, ami most van, mert hogy nem jó, az is biztos. Viszont a nézők tétlenül nézik. Meglátjuk a Slovan meccset. Én úgy gondolom, hogy a Slovan meccs egy jó meccs lesz. Nagyon oda fogják rakni magukat a fiúk, mert ez a meccs a mentális maximumot követeli egy játékostól, amit ki is fogja magából hozni. Nem egy Vion vagy egy Trencsén. A mentális maximum tudják, hogy a Slovan jön, és ez a top meccs a ligában nekik. Viszont a játék tudás és a Slovannak a kádere azt mutatja, hogy ki fogunk kapni. Vagy egy nem olyan teljesítménnyel fogjuk elhagyni a pályát, amilyet a dunaszerdai közeg elkíván. Én bevallom őszintén, hogy nem várom úgy ezt a Slovan meccset, mint az elmúlt években, és ez valakinek a bűne, mert velem együtt rengeteg néző nem várja úgy ezt a Slovan meccset. Nekem van egy sanda gyanúm idei kiírással kapcsolatban, mégpedig az, hogy nem a bajnoki címre fogunk hajtani, hanem a szlovák kupára. Könnyebb út. Könnyebb út. És talán ezzel egy picit be is lehet majd fogni a szemeket. És én az is azt mutatja, hogy a Bős ellen egy olyan felállítást csináltunk, hogy semmit nem bíztunk a véletlenre. Nem nyúltunk olyan játékosokhoz, akiknek lehetőséget kellett volna adni egy ilyen kupameccsen egy két vagy három osztályon lejjebb játszó csapat ellen. Ez azt mutatja számomra, hogy a szlovák kupa lesz az elsődleges cél, és próbáljuk majd ezt megnyerni. Az megtörténhet, hogy szlovák kupát megnyerjük, mert tényleg 2-3 ellenfél is tudunk nyerni, viszont 33 kör az azért nehezebb dió, illetve keményebb dió, és
itt azért nem kellene keresni a könnyebb utat, hanem itt nekivágni a nehezebb munkának, és pofásan összerakni a dolgokat, akár úgy, ahogy a Rossi. Ki kell jelenteni azt, hogy váltani kell? Nem tudom, hogy milyen poszton még. Van véleményem, ez még, amit korainak tartok kimondani, de váltani kell, sőt, bizonyos posztokon már régen váltani kellett volna, ami a csapat körül mozog, és kicsit kompaktabban, a te szavaddal élve, kompaktabban összerakni ezt az egészet, és akkor nem kellene olyan eredményeket, és nem kellene billboardokat és reklámokat reklámokra költeni, hogy invitáljuk a szurkolót a stadionba, akár egy Slovan ellen, és nehogy azt éljük meg, hogy a Slovan ellen 5000 ember legyen csak. Ezt már fel kellett volna ismerni azoknak a személyeknek, akiknek a dolguk, és még egy apró megjegyzés, lehet invitálni, mint B-közép, mint vezérszurkoló a szurkolókat a stadionba, de nem a ő dolguk. Ezt a csapatnak kell invitálni, és a közegnek kell, a csapatnak, edzőnek és a háttérben mozgó embereknek, amilyen a csapat teljesítménye, az a meghívó, ahogy te szokott mondani, az a meghívó pontosan. Egy mérkőzés. Pontosan, annak ellenére, hogy egy kicsit borulátosak vagyunk, tekintettel arra, hogy milyen a hangulat, milyenek az előzmények, viszont jön a meccs, és nem 120-80 lesz a vérnyomásunk, se neked, se nekem. Végeredményben várunk megint egy eseményt, ami hát most a Slovan Dac nem csak jó focikat hoz, mert utóbbi meccseken azért láttunk jó focit is. Annak ellenére, hogy a botrányos volt az utolsó, de jó focit láttunk. Mit vársz a mérkőzéstől, magától a mérkőzéstől? Én egy jó meccset várok, úgy, mert még egyszer mondom, magamat tudom ismételni, hogy az ilyen meccsek hozzák ki a játékosokból a maximumot. Mentálisan föl tudja magát készíteni ilyen meccsre többszörösen, mint például egy Trencsini meccsre, vagy mint egy Michalovce, vagy egy Nagy Mihály meccsre. Szóval én azt várom, hogy egy jó kis mérkőzés lesz, és ezt meg is nyerhessük ezt a meccset. Tehát nincs az fölírva sehová se, hogy most nekünk ezt el kell veszteni, ezt a Slovan elleni meccset. Borulátok vagyunk, mert a elmúlt dolgok olyan arra mutatnak, hogy a Slovan meg fog bennünket várni, de én egy jó meccset várok, egy jó közeggel, egy jó kóreóval, amit a fiúk meg fognak csinálni, és remélhetőleg a játékosok is 110%-ot fognak mutatni, ami a Slovanhoz alap. Pontosan. Oké, hát akkor legyen még esetleg valami megjegyzés, amit kihattunk az értékelésből, akár a válogatott meccsek elemzésénél, akár a következő mérkőzés beharangozójánál. Nincs. Én csak arra, hogyha azt a szerepet szánod nekem, vagy egy mondattal hozzájárulhatok annak, hogy el kell jönni a stadionba szurkolni a csapatnak. Végsőkig nem, mert a nem tetszésünket azért ki kell mondani, és nyilvánosságra kell hozni, de én azt gondolom, hogy nem kell cserbe hanni a csapatot és az edzőjeinket, hanem oda kell állni mögéjük. Biztos vagyok benne, hogy ez végtelenség, nem lehet húzni azokat a dolgokat, amit nem lehet. Igen, nem erre kértelek, illetve nem ez volt a szándékom, de a jogos, viszont azt, ahogy te mondtad, én is más szavakkal elmondom, hogy azt, hogy te ezt kimond, azt alá kell támasztani a klubnak, még a csapatnak a pályán, mert akkor csak üres szavak lesznek tőlünk, és üres mondatok. De maradjunk annál, hogy ott leszünk a mérkőzésen, és ott fogjuk most erőteljesen elperezve is kiabálni azt, hogy... Azt, hogy hajrá, Dac, én már régen kiabáltam, de most fogok biztos. Köszi szépen, beszélgetni. Én is köszönöm. Hajrá, Dac!